Forrás Rádió. Mindig veled. Nagyon különleges sportágról fogunk beszélgetni. Sporták, tánc, na akkor rögtön húzzuk is le, vagy ráncsuk le a leplet, hogy mi is ez. Folyt Anna itt van velünk, neked jó reggelt kívánunk. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt. Akrobatikus rock and roll. Ugye ez nem hiába említettem, hogy sport, mert azért kőkemény dologról van szó. Közben mégis táncos formában láthatjuk. Tényleg mi is a, ennek a sportnak a lényege? Mit láthat a közönség, amikor akrobatikus rock and roll-t néz? Hát egy eléggé dinamikus hát táncról van szó, mert elő kell adni, meg hát így feszes kéz, karok, pattogás, ilyenek, amit már, hogyha kicsikorod óta kezdesz, akkor ezt megtanulsz, és muszáj alkalmazni, mert különben nem jutsz előre. Mindig vannak kemény edzések, amiket végig kell tolni, mert hát azzal fejlődsz, és igazából a versenyeken meg a maximumot kell nyújtani. Nagyon komoly koreográfiák is vannak. Tehát, hogy ennek tényleg van eleje, van története, tehát gyakorlatilag, amint, hogy főleg, hogyha párosról beszélünk, akkor nagyon gyakran megjelenik az, hogy valamilyen témát adtok elő, valamire ráhúzzátok az előadást, nem? Hát igen, de se új keletű, mert már elég régóta van ez a téma dolog. Viszont így most kezdett el inkább, hát így idézőjesen menővé válni. Úgyhogy hát így most konkrétan mindenkinek van ilyen témája. Nekünk például párossal a rózsaszín párduca témánk. Tavaly a Dirty Dancing volt. Azelőtt meg igazából nem volt úgy konkrét, csak egy zene, amire volt egy ruha, és táncoltunk. Anna, mondhatjuk, hogy te gyakorlatilag bele születtél ebbe most, és azért áruljuk el, hogy Erzsi és Norbi a szülők, akik ugye egyben edzők is, és a Dancing Feet akrobatikus rock and roll esélyének ugye a megalapítói, és azóta is ugye a szíve lelke, ők is itt vannak most a stúdióban, tehát hogy általuk te gyakorlatilag születésedtől kezdve benne vagy ebben a műfajban. Hát igen, mondhatjuk így. Elkerülhetetlen volt, hogy te is táncolj? Annyira nem, de amúgy igen. Kaptál némi segítséget, akkor meg ihletettséget a szülők által. De ez jó, hogy ott vannak tényleg, és mindenben tudnak segíteni. Ugye szülői támogatásban, és meg a szakmai támogatásban is nyilván ugye meg felkészítő tanáraid is egyúttal. Na most oka van annak, hogy te most itt vagy, és velünk beszélgetsz, mert nagyon-nagyon szép eredményeket, ráadásul nagyon szép serlegeket, kupákat, meg érmeket is hoztál magaddal. Erről egyébként van készült fénykép, lesétek meg nyugodtan a Facebook oldalon, meg a videó is. Na most mit lehet tudni ezekről a kupákról? Nagyon friss, aktuális az egész, mind idei. Hát igen, mert itt a táncban márciustól kezdődik a versenyszezon, ami egészen június végéig tart, néhány verseny még akkor is van. És a következő szezon meg majd szeptembertől fog indulni, és az olyan december elején véget is ér. Aztán ezek a kupák igazából a mostani félévi kupák, és ez mind formációs és mind párosos kategóriába is megtalálható. Az érmek meg van egy, ami a rendes érem, amit a formációval kaptunk a világkupán. A másik kettő meg egy minősítés, ami az évvégi minősítés, ami a ranglista alapján, akik az első háromban benne vannak, azok kapnak ilyet, és mi a bronz minősítést kaptuk párossal is, meg formációval is. Ugye itt volt egy világkupa is, de milyen versenyekről beszélünk, hogy egy országos bajnokság, de amit talán én azt gondolom, hogy egy még nagyobb presztízsű verseny az egy világkupa, ha nemrég nagyon kiválóan szerepeltetek, és azt tudom, hogy mintha tavaly ősszel is lett volna már nektek nagyon jó világkupa helyezésetek, akkor talán egy negyedik, ugye? Idén meg talán egy ötödik? Hát a párossal igazából tavaly nem nagyon jutottunk döntőbe világkupákon, úgyhogy abból maximum csak ilyen 10 vagy 8. hely körül lehetünk, hogyha jól emlékszem. De formációval volt jó helyezés. De formációval volt, és formációval elég sok verseny is volt a tavalyi fél évben, azt úgy konkrétan mindig mentünk külföldre, egy szabad hétvégénk, hogyha talán volt, és különböző helyeket, országokat ismertem meg úgy ezek az utazások alapján, és én amúgy eléggé szerettem azokat csinálni, már így feldobták az életemet a mindennapikból, kizökkentettek. De amúgy most a világkupán, mivel az ukránok és az oroszok azok nem nagyon voltak, főleg formációs kategóriában, ezért volt esélyünk, több esélyünk nyerni, inkább úgy mondom. Te
az sejlik, hogy akkor az oroszok meg az ukránok ebben a műfajban nagyon erősek. Hát igen, viszont a magyarok is egy elég erős mezőny, főleg ahol én táncolok jelenleg a Rock and Magic-nél. Uh-huh. Ott hát úgy minden kategóriában, hogyha a hazai versenyről beszélünk, akkor minden kategóriát majdnem ők nyerik meg. Viszont a világkupákon most páros kategóriából volt találha egy-két ukrán, viszont őket is leverték a magyarok, tehát azért jó. Ezek az eredmények, de jó, hogy ezekről tudunk nyilatkozni. De a magyarok mi szerintem mindig is jók voltak. Nekem az unokatesom nagyon-nagyon régen, ő volt akrobatikus rock'n'roller. És emlékszem, hogy ő még Oroszországban is járt világversenyeken, úgyhogy kicsit sejtem, hogy miről szól, sőt, még azzal büszkélkedtem, mint a többieknek, hogy a női alaplépést még tudom is. Erről lehet, hogy készíthetnénk egy videós tartalmat, mert vicces lenne. Anna, te tudod a fiú alaplépést? Nagyjából igen. Na, még a végén akkor... Nagyjából, de jobban, mint a női. Fordítva van is, tőle, de az agyam nem áll át. Más lábbal indítod, és akkor amiatt csak a női alaplépést tudom. Nagyon belemélyültünk ebbe a különleges sportágba, ugye akrobatikus rock'n'rollról beszélgetünk, és Folyt Anna továbbra is itt van velünk vendégként, a Dancing Feet csapatból, rengeteg éremmel, elismeréssel. Itt vannak a szülők is, akik edzők is egyúttal, itt van Erzsébet és Norbert is, mindjárt picit hozzátok is fordulunk, de előbb Annát még faggatjuk egy picurit, mert hogy itt az előbb ott hagytuk abba, hogy nagyon különleges megmérettetéseken voltatok, és akkor a párodról ejtsünk már szót, mert én belenéztem abba a koreográfiába, amivel az 5. helyezést el tudtátok érni, ehhez őszintén gratulálok, mert tényleg nagyon szép teljesítmény. Köszönjük szépen. De hogy őről amit tudni, és mióta táncoltok ti együtt? Hát nálam... Hogy hívják őt egyébként? Borek Dávid. Uh-huh. És ugye én bekerültem 2020 decemberében a Queen formációba, ahol táncoltam egy évet. Aztán így februárban az edzőm kitalálta, hogy most ő elkezdi kérdezgetni, hogy én hány kiló vagyok, párosoztam el, mert hogy látszik, stb. És hát ott eléggé megijedtem, hogy mi fog történni, és kiderült, hogy párt szeretnének nekem, utána a rákövetkező kedre össze is próbáltak minket, és azt mondták, hogy hát ez így szerintük jó lesz, a magasság különbség is jó, a súly különbség is jó, ahogy dolgozunk együtt az első edzésen, úgyhogy azt se tudtuk a másikra, hogy kicsoda, az is már nagyjából jó volt, és hát utána kerültünk így egybe, és végigvittük a 2021-es évet is, csak nem annyira eredményekkel, mint a mostaniak, mert junior kategóriában a területi versenyeket, ahol igazából kevesen voltunk, ott az összeset végignyertük, viszont országos kategóriában talán ha kétszer döntőbe jutottunk, viszont ott nagyon erős volt már akkor is a mezőny. Most feljebb léptünk egy couple dance show kategóriába, ahol hát itt se egyszerű a mezőny, viszont egyszerűbb, mint a juniorba, főleg most. Viszont itt sokkal jobb eredményeket értünk el, mint junior kategóriába, amire eléggé büszke is vagyok, és szerintem mindketten megtettük azt, amit hát tavaly nem sikerült. És mindketten nagyon örülünk az eredményeknek. Én ezt pont mondtam is az egyik versenyen, hogy jobban örülök most, hogy döntőbe jutottunk, mint akkor. Bár ez nem tudom, mitől van, de hát igen. Azért egy kicsit arról mesélj nekünk, Anna, mert itt az adáson kívül már azért szóba került, hogy mennyi munka is van e mögött, és hát valami temérdek sok edzésekkel készültek ti heti szinten is. Hányszor edzelte egy héten? Hát úgy 6-7 körül, hogyha hétvégére beraknak még plusz edzéseket, akkor 7, de amúgy 6. És itt ugye nem ilyen félórás, egyórás edzésekre kell gondolni. Nem, hanem hát így, hogyha hétfőt nézem, és a párost és a formációt is egybe, akkor hát inkább azt mondom, hogy egészen 6-tól 9-ig ott vagyok, és megállás nélkül edzek, és kedden is így van, csak ott 5-re megyek fel, és ugyanúgy 9-ig edzek. Szerdán meg 16 óra, 15-re megyek föl, és onnantól 9-ig megállás nélkül edzek, úgyhogy eléggé nehéz, és nagyon meghalósak az edzések, mert muszáj nyújtani, mert az edző az.
Tehát az edzők azoknak fontos feladatuk, hogy mindent tüktik a módon. A csütörtök péntek az ilyen lazább idézésem, mert az a saját egyesületünknél van, és ott csak egy órásak az edzések, kivéve a pénteki mondjuk, már ott az 2 vagy 2,5 durván, de azok az ilyen egész heti lazán beosztását megtudtuk Annának, akkor gyakorlatilag. De ebből is tényleg jól kitűnik, hogy ezért bele kell rakni bőven ezt az energiát, meg ezt a lendületet, meg hát akrobatikus rock and roll, tehát hogy mégiscsak benne vannak az akrobatikai elemek, amiket azért nagyon be kell gyakorolni, hogy ott akkor versenyen tényleg jól mutassanak, és hogy ne legyen benne baki. Milyen akrobatikus elemekről van szó, mert itt, amit láttam a ti előadásotokban, már ott is azért jócskán volt, emelgetések, dobálások, mikre kell gondolni itt? Ahol mi vagyunk, ott igazából az az átmenet a junior és a B kategória között, ahol még nem olyan durva akrók, de nem is az az ilyen nagyon ilyen kis gagyibb akrók. Hát itt nem repülhet szabadon a lány még, tehát valamilyen fogásnak muszáj lennie köztük, kézkontakt, meg testkontakt. Viszont juniorba is csinálhatják ezeket, csak ott a magasság határ van megszabva, például, hogy a kezed az nem mehet följebb, mint 90 fok valamelyik akrónál, úgyhogy nehezek amúgy. Vannak itt szabályok, kérem szépen. Jó, hát ezt próbáltuk lekövetni nagyjából. Ja, látom a képeket, ugye te is megnyitottad. Igen, nézem a képeket, nagyon látványos egyébként, ez egy nagyon látványos műfaj. Abszolút. Fotózni jó. Hát igen, próbálunk olyan elemeket kitalálni, amik hát így előrébb visznek és jól mutatnak színpadon, meg akrók közül is. A látványos ugye maga a ruházat is, tehát hogy látom, hogy itt a csapattal is, amit a lányokkal együtt adtatok elő, az is nagyon-nagyon szép siker lett, hogy ott is gyönyörű a ruházat, itt azért gondolom kellene fel kell készülnie, nem tudom, van varrónőtök, mert itt nagyon szépen rátok van öltve, ez sok-sok szép ruha. Hát varrónő az van, és hát nem egy olcsó, azt kell, hogy mondjam. A páros ruhánkat mondjuk nem ő csinálta, akik a formációs ruhát, mert a formációs ruhát a Mészik csinálta, akik egy Pesten nagyon elterjedt varrónők, és hát eléggé drágán dolgoznak, mint azt kell, hogy mondjam. Hát jó, de ez egy ilyen műfajnak tűnik. És muszáj ilyen látványos és ilyen csili-vili ruhákat varázsolni, mert hát igazából, hogyha nem is mondják, de azért nézik. Az akrobatikus rock and roll-ról beszélgetünk ma reggel, nagyon sok kupa, nagyon sok érem itt bent a stúdióban, ezt mind-mind folyt Anna szerezték, mondhatom többes számban is, mert csapattal, párosban, nagyon kiváló produkciókat mutatva ugye a Dancing Feet csapatából. Az edzőket is megkérdezzük egy picit, akik egyúttal a szülők is, úgyhogy folyt Norbertné Erzsébet, itt is van velünk. Jó reggelt neked is! Jó reggelt, sziasztok! Gondoltuk, hogy akkor titeket is megszólítunk, ne csak az oldal szólaljon meg, hát mégiscsak ugye javarészt ti készítitek fel. Mi munkával jár ez egyébként? Még a nevelői munka mellett még a szakmai munka is zajlik akkor otthon. Nem egyszerű, tehát az, amikor a szülő és az edző szerepkör egyben van, az rengeteg konfliktus helyzetet terem, de úgy gondoljuk, hogy azért elég jól tudjuk kezelni, mint hogy az eredmények is mutatják. Igazából Annának és a párjának Pesten is van egy edzője, illetve kettő, a Rakem Magic vezetője, illetve Telek Virginia, ők ketten dolgoznak velük, és formációs szinten van még egy edzőjük, Tóth Bence. Így a párom, én és ez a pesti három edző dolgozik velük, úgyhogy így egy fokkal könnyen, mert amit mi nem tudunk velük megoldani, azt Pesten megoldják, így a konfliktus egy kicsit csökken. Jó, több oldalról kapja. De ez jó dolog, mert ha együtt összerakjátok, igen, akkor lehet, hogy ami nálatok elslisszen, az mondjuk ott fókuszba tudok kerülni. Így van, és fordítva is. Jó, gondolom, akkor ti kíséritek, ott vagytok, látom, hogy a közös fotókon ugye ti is végig elkíséritek, azért ez nektek is nagyon fontos, tényleg ugye szakmai múltatok van már ebben. Igen, és ugye legtöbbször nem csak őt vagy a párját visszük, hanem ugye a tatabányai csapatból is van úgy, hogy jönnek gyerkőcök, nyilván mondjuk nem világkupára, mert ahhoz sajnos itt Tatabányán még nem elég a szint, de mint edzők mindig ott vagyunk lent velük, úgyhogy igen, ez egy nagy munka, de hát ebbe születtünk, ebben élünk.
Kérdeztük Annát, meg titeket is, ugye, hogy mióta táncol ő például, mióta őzi ezt a sportot, és hát ti mondjátok, hogy nagyon korán bele lehet, és érdemes is talán belecsöppenni, nem? Tehát, hogy fiatal korban már érdemes ezzel foglalkozni. Igen, minél hamarabb annál jobb. Több dolog miatt is. Egyrészt, mert az alapokat elég kicsi korban, hogyha felszedik, akkor később sokkal könnyebb ráépíteni. Másrészt picinek még rugalmasak, tehát nagyon jól lehet fejleszteni azt a képességüket, ami később ezekhez a felugrásokhoz, akrobatikákhoz, tánztartásokhoz szükségesek. Felnőtt korban sem rossz, de nyilván az már egy másik szint, máshonnan indul, mást tud elérni. A kimondottan nagyon tehetségeseknek persze nyilván jó az is, de minél kisebb korban annál jobb. Na most az itt elhangzott, hogy rengeteg edzés, ugye kőkemény munka, de valamiért mégis megéri. Te mit mondanál egyébként, hogy miért érdemes a fiataloknak ezt választani? Vagy a szülőknek, mert hogyha kisgyerkőcről van szó, akkor azért nyilván ott még az is belejátszik, hogy mondjuk a szülő mit szeretne. Egyébként Anna nem táncolni szeretett volna, ő tornás szeretett volna lenni, és úszott is, és tornázott is több évig, tehát ő neki van a Rocky mellett más oldal is, ami nyilván az ő alapjainak a kialakulásában sokat számított. Hogy miért éri meg? Én úgy gondolom, hogy egy csapathoz tartozás, egy egyesülethez tartozás, egy társasághoz való viszonyulás, az egy akkora nagy töltetés energiát tud adni a gyerekeknek, illetve az, hogy egy olyan életet él, aminek van eredménye, amiben úgy dolgozik, hogy a célokat el tudja érni. Tehát van kihívás, van végcél, hogy hová szeretne eljutni, és ezek szerintem nagyon fontosak, mert nem csak úgy benne van a mai kamaszkorban, mint hogy a többi gyerkőc, tisztelet a kivételnek, hogy igazából nem nagyon dolgoznak semmit. Egyrészt az iskola is hosszú távon lefoglalja őket, tehát szerintem sokan nem is nagyon vágynak, hogy sportoljanak, és olyan nevelést kapnak ezáltal, hogy szerintem az a jövőre nézve és felnőtt korra is csak pozitív hatással van. Igen, csapatba tartozni mindig nagyon jó, igen. Tényleg. Tehát ha bármilyen sportról beszéljünk, a kiváló, de itt meg ráadásul ugye párban, csapatban, tehát ott még jobban ránevel, ugye, hogy akkor a többiekkel együtt hozd létre azt. Még mielőtt Annát újból faggatnánk, azért ezt áruljuk-e, áruld el, kérlek szépen, most lefogjuk Anna fülecskéjét, hogy ne hallja, bár itt ül végig mellettünk, hogy milyen vele dolgozni, milyen fantáziát látsz benne egyébként, és mennyire kitartóan, türelmesen és szisztematikusan készül föl ezekre a versenyekre. Ő rettentően tehetséges, tehát ezt mindenki látja. Tehát az egész rock'n'roll berken belül az összes edző tudja, hogy milyen tehetséggel bír. Nyilván mázlia van, mert olyan képességeket örökölt, amiket ha kihasznál, akkor ő előtte elég nagy jövő áll. Uh-huh. Nyilván a kamaszkori állapot az most annyira nem a partnerünk ebben, de reméljük, hogy hamar túléljük, de emellett is nagyon jó vele dolgozni egyébként, mert nagyon szépen fejlődnek párban főleg, akrobatika téren főleg, táncban meg ugye alapból olyan tehetsége van, amiben minimál fejlesztés szükséges. Tehát őnála igazából csak az akrobatikák azok, amiket még följebb kell vinni. Az, hogyha éppen ez a kamaszkori lázadásos állapot van, akkor így kikerüljük és megoldjuk máshogy, de működik vele rendesen. Az meg kell egy kis dalt. Hát meg egyébként is azért most valljuk be, kicsit akkor szólítsuk már megint az Annát, hogy az engem például tökre érdekelne, hogy itt vagy 15 évesen, de még elmondható a te esetedben, hogy hány éves vagy, és azért ott a suli, ugye ott az a rengeteg edzés. Azért ezt összehozni, az már önmagában is egy ilyen komoly kihívás lehet, nem? Egy napodat összelogisztikázni, hogy nagyjából minden beleférjen, amit szeretnél. Hát igen, ez elég nehéz, főleg, hogy még külön tanárjaimhoz is járok, mivel hát matekból... Éjszaka vagy? Vagy mikor? A nap melyik pontján egyébként? Segíts megfejteni nekünk, mert itt bárhogy matekozunk, logisztikázunk. Nem tudom összerakni. Hát a matek, meg az angol tanárom, meg a német tanárom, mert ehhez a háromhoz járok így külön. Csütörtökön járok edzés után egy külön matek tanárhoz, aztán pénteken, meg suli után így alig, ha hazaérek, és tudok ebédelni, de már kettőkor kezdődik a külön angolom, és utána meg egyből megyek németre, utána meg egyből edzésre, tehát az pénteki napot azt nem nagyon szeretem. Jó, szép elfoglaltságaid vannak. Egyébként a nyelv nagyon fontos, teszem hozzá, mert ugye, hogyha már nemzetköziségről beszélünk, mondtad, hogy egy csomó helyen megfordultok a csapattal is, ugye akkor azért elég hasznos, és akkor szerintem ez nagyon fontos lesz majd neked a későbbiekben is. Igen. Fontos lesz, és hogy rögtön kérdezek a terveidre, hogy itt anélkül, hogy a szülőket erről kérdeztük volna, inkább téged akartunk, hogy mi a terved neked személy szerint ezzel. Nekem a cél az, hogy minél feljebb jussak a kategóriákba, mindegyiket végig tudjam
balesetmentesen csinálni. És a mostani legeredményesebb és legjobb csapatba be szeretnék kerülni, ami a Rock and Magicnél a Supergirls csapat. Nyilván ezért sok munkát azért bele kell tennem, még többet, mint most. Viszont nem adom fel, csak meg lesz valahogy. Viszont ilyen nagyon hosszú távúra még így nem tudok mit mondani, mert hát így nem tudom. Mondod, hogy balesetmentesen. A sérülés veszély egyébként mekkora ebben a műfajban? Mert azért az akrobatikus elemeknél én azt gondolom, hogy ott azért egy bőven benne van a pakliban. Hát azért elég nagy. Például a legfelső kategóriában, az A kategóriában ugye ott már szalatókat dobálgatnak, és például, hogyha nem jól húzom meg mondjuk a hátamat, vagy többet dolgozok, mint amit kéne, és nem úgy kapnak el, akkor hát tüdőmre esek, és akkor így összeszorul, nem tudok levegőt venni például, vagy a nyakamra esek, ami nem a legkellemetlenebb. Jó, csupa pozitív dolgokat csinálunk fel, de szép. Hát akrobatikában azért ez benne van, kérem szépen, hát ez elkerülhetetlen néha, de akkor ezt megelőzendő, ti ezt olyan körülmények között gyakoroljátok és készültök föl, ahol ugye ilyen sérülés veszély nem nagyon fordul elő. Mi a párommal voltunk Svájcba, edzőtáborba, ahol hát inkább akroztunk, és lunchba, amibe így bekötnek, abban gyakoroltunk szaltókat, meg ilyen beállásokat inkább. Viszont annyit tudok magamról, amit el tudok mondani, hogy hát így félek ezektől az akroktól eléggé. Hát ezt tök megértem. És nem is az, hogy tériszonyom van, csak úgy félek, hogy mi történhet belőle, hogyha nem jól csinálom mondjuk, vagy a párom mondjuk nem azt csinálja, amit kell, vagy együtt nem azt csináljuk, amit kell, tehát itt elég nagy ez a veszélye. Ez nagy bizalmi kérdés. Ez nagy, ez bennem is ez vetődött fel. Tehát, hogy ahhoz tényleg össze kell szokjatok nagyon komolyan, hogy akkor ott a másikban úgy bízzál meg, az ő fizikai erejében, az ő odafigyelésében, koncentrálásában. Tehát itt takra másodpercre minden le van szépen forgatókönyvezve, nem? Igen, igen, igen. Tehát akkor arra érdemes is nagyon oda kell figyelni. Atyaik, biztos, hogy nagyon sokat, órákat el tudnánk még beszélgetni így magáról a sportról, meg a lehetőségekről. Tényleg azt kívánjuk, hogy akkor gyarapodjon, még külön polcot csináljatok majd, jó? Mert úgy sejtem, már van, hogy... már van. Szerintem kelleni fog a sok éremnek, meg a serlegnek. Ezeket akkor mi nagyon szívesen bemutattuk, mert hogy ugye a videó is készült, ezt majd akkor lehet látni szépen az elkészült videóinkban. És várj, mert egyébként lehet látni ugye majd annáékat itt a közelben is, a közeljövőben, de frappáns vagyok, mert hogyha jól tudom, akkor ugye Vízzenél meg a Tatabányai Sörfesztiválon is felléptek. Igen, mindkettőn, és hogyha valakit érdekel, hogy igazából mit akarunk mi így bemutatni, vagy mit csinálunk egyáltalán, az eljöhet és megnézheti élőben is, mert ott készülünk különféle akró bemutatásokkal is, nem csak azzal, amit alapból a táncsorban benne van. Na, hát izgalmasan hangzik. Anna, én hát még azt azért szeretném látni, hogy a Fenyvesi Zoli a női alaplépés bemutatja veled együtt. Meglepődnél, kisfiam? Meglepődnél? Hát valamelyik napit már azért mutogattad hátul. Még a végén mondjuk, kiderül. Mondjuk, hogy élmény volt. Még a végén kiderül, hogy akár fantázia is lehet bennem így közel 36 éves. Van ilyen extra senior kategória, ahol tudjuk én nyújtani a Fenyvesi? Van. Meg mondjuk, külön kategóriát kapsz. Forrás Rádió. Mindig veled.